Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A bentmaradásért küzd az MB3 középcsoportjában a szekszárdi UFC, és egyben fontos volt, hogy az ötödik helyezett Dabas ellen ne kapjon ki a héten, edzőváltáson is átesett gárda. A már DNS Pál edző irányította csapat eddigi önmagához képest jó játékkal rukkolt elő, s ha a helyzetkihasználás egy kicsivel jobb, egy góllal legalább megnyerhették volna az 1-1-re végződő találkozót. Persze az egy pont is jól jött az UFC-nek. Tekintettel arra, hogy még rezeg a lécc, ami az MB3 középcsoportjában való bennmaradást illeti, amíg veszélyeztetett szekszárdi UFC vezetése úgy döntött a napokban, hogy az utolsó 4 meccsre a klub sikeredzője, a csapatot egyszer már bentartó DNS Pál vegye át a vezetőedzői funkciót Vanduk Jánostól. Nem igen szoktam foglalkozni az előző edző munkájával, én úgy gondolom, hogy jó munkát végzett, nagyon sok összetevője volt annak, hogy ez nem vezetett jobb eredményre. Én úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak azért a középmezőny élén van a helye. Az, hogy közbe jöttek sérülések, sárgalapok vagy formahanyatlás, ezzel igazán én nem foglalkozom. Nem volt kedvező előjel az élmezőnyhöz tartozó Dabas ellen, hogy a két védekezésben meghatározó rutinos játékos, Károly Viktor és Márton Erik sárgalapok miatt nem léphetett ezúttal pályára. Kérdés volt, hogy a védelem a helyükre belépőkkel stabil marad-e egy olyan helyzetben, amikor a remélt pontszerzéshez a támadó játéknak is jóval erőteljesebbnek kell lenni a megszokottnál. Hogy legyenek helyzetek, amelyekből gólokat szerezhet a szekszárdi UFC. Nos, ezért meg kellett dolgoznia a sárga feketéknek, mert az első 20 perc meglehetősen kiegyenlített volt. A 23. percben szép, kellőképpen pontos összjáték után megszerezte a vezetést a szekszárd. Jöttem, visszaléptem, először azt hittem, hogy a védő bele fog érni egy kicsit, nem is tudom, hogy beleérte, és amikor átment a lába fölött a labda, vagy a lába mellett, akkor visszafordultam, láttam, hogy nincs senki, és egybe előttem, akkor azt még védte a kapus, azt hiszem, de lehet, hogy a védő ért bele, és akkor utána visszapattant hozzám a labda, és akkor a lába között bement. A csatárnál felszabadultak a gátak, hiszen az első gólját szerezte az idén. Várható volt, hogy a Dabas feljebb tolja a védekezését, és jóval veszélyesebb lesz, mint az első félidőben volt. Így is történt. A 72. percig állta is a sarad, de ekkor jött a szekszárdiak Dabasi mumusa, a kosárlabdázó méretű Takács Kornél, akit csereként vetettek be. Ahogy az ezeken a meccseken így lenni szokott, Takács gólszerzett, kiegyenlített, ezúttal nem fejelte, hanem rúgta azt egy-egy. Kis félelem volt bennem, hogy ez hogy fog összejönni, de úgy gondolom, hogy a hozzáállás sem probléma nem volt. Ha szerencsésebb a gólhelyzetek kihasználása, akkor akár megnyerhettük volna a mérkőzést is. A gólszerző Túri Tamás lábában benne volt legalább még egy gól, majd legközelebb duplázik a csatár. Hát szerintem jól játszottunk végig, domináltunk, nálunk volt a labda, igaz, a második fél időben kicsit visszaálltunk, de úgy gondolom megvoltak nekünk a helyzeteink, jól játszottunk, igaz, hogy kimaradt nagyon sok helyzet, de majd jövő héten a Paks ellen bizonyítunk. A Paks 2 szénája sokkal rosszabbul áll a szekszárnál, 5 ponttal kevesebbet gyűjtve, ők már a kieső 14. helyen tanyáznak. Így minden más előfordulat, de békés, döntetlen, alig ha nem kizárt a soron következő megyei MB3-as derbin, a Paks 2 szekszárdi UFC találkozón. Összekapta magát a Dorog ellen a kézilabda NB1B-ben a bentmaradásért küzdő szekszárdi Fekete Gólyák KC, és a kiesési rangadón hazai környezetben Tabajdi Ferenc együttese nem hagyott kétséget afelől, hogy jobb csapat a Dorognál. Ám az utolsó fordulóban csak úgy harcolhatják ki a Gólyák a bentmaradást, ha a Győr U19-es csapatának otthonából elhoznak egy pontot. Ellenkező esetben csak abban reménykedhetnek, hogy az alsóbb osztályokból idén sem lesz feljutó. Fölösleges volt az előzetes aggodalom a látottak alapján, a kiesés szempontjából fontos Dorog elleni hazai mérkőzésen a szekszárdi Fekete Gólyák házatáján. Legerősebb összetételében
pályára lépő szekszárdiak mind a lerohanásos, mind a felállt védelem elleni pozíciójátékban gólokkal voltak jobbak, erősebbek a Dorognál, ami az eredményjelzőn is hamar lekövethető volt. Állandósult a hazai csapat 4-5 gólos fölénye, ami mind a leváltó, mind a kispadon azért megnyugtatólag hatott. Igaz, a rövid zárlatokat most sem mellőzte a fekete gólyák KC, és ezt kihasználva néhányszor vissza tudott jönni a meccsbe az ellenfél. Ezzel az átlövés góllal, amit Farkas Anita szerzett, visszaállította a fekete gólyák KC az 5 gólos különbséget, és kialakult a végeredmény is. Ezt a meccset 4-szer nyertük meg, utána 3-szor elvesztettük, hát 4-szer is meg tudtuk még nyerni szerencsére, de hát igazán sok örömem ebbe a meccsbe. Talán egyedül a Szonyának, a kapusunknak a amikor őt becseréltem, ő neki volt egy jó időszak, a vége felé már is visszaesett, de legalább egy fél órát, 40 percet szerintem jól védett. Az edző kizárólag csak a győzelemmel volt elégedett, mert ő már abból a szempontból nézte a lányok produkcióját, az egyes játékosok teljesítményét, hogy elég lehet-e ez a játék a győri pontszerzéshez, az Eto rendkívül erős tabella negyedik U19-es korosztályú utánpótlás csapata ellen az utolsó fordulóban. Ha nincs legalább egy pont Győrből, a gólyák hivatalosan a kieső helyen végeznek az NB1B nyugati csoportjában. Ez a teljesítmény, éppen most mondtam itt a dorogi kollégának, hogy ez a teljesítmény sajnos nem elég a bennmaradáshoz. Tehát ahhoz, hogy mi Győrbe tudjunk nyerni, ez ég és föld. Amennyiben kieső helyen zárnak a szekszárdiak, ismerve az NB2-es bajnok csapatok hiányzó szakmai, elsősorban anyagi lehetőségeit a magasabb osztályba jutáshoz, könnyen megeshet most is, hogy nem lesz feljutó, így maradhatna a fekete gólyák KC a sportág második vonalában. De a mai állapotában, a jelekből ítélve, minden tényezőt mérlegelve, ezt jól át kell majd gondolni a vezetésnek. Nem tudom, ez nagyon nehéz, ezt az igazság, hogy itt van 3-4 játékos, akivel az utóbbi időben nem tudom, hogy érdemes-e továbbiakban, tehát folytatni, viszont nem tudom, hogy arra van-e pénzünk, hogy most mi itt egy garnitúrát lecseréljünk. Ezt nagyon komolyan végig kell gondolni, hogy nekünk melyik a jobb, hogyha bennmaradunk és összeveretjük ezeket a fiatalokat, vagy lesz-e annyi pénzünk, hogy itt hozzunk egy 4-5 embert, vagy pedig azt mondani, hogy a fiatalokkal nekiindulni és megnyerni az NB2-t, mert egy év alatt talán beleerősödhetnek. Nem ez a vágyam, tehát hidd el, hogy nem ez az elképzelés, de minden forog most az ember agyába, mert itt sajnos egy-két idősebb játékos az itt a vége felé már teljesen csődöt mondott. És van olyan is, aki pedig használtó lenne, aki tudom, hogy nem akar már maradni. Több évtized elteltével újra nemzetek közötti válogatott találkozót rendeztek Szekszárdon a Sportközpont labdarúgó centerpályáján. A maga nemében valóban egy speciális találkozó volt, ugyanis mind a magyar, mind a horvát válogatottat kivétel nélkül hallássérült, zömében siketnéma focisták alkották. Mindkét válogatotta a közelgő görögországi Európa-bajnokságra készül. Évtizedek elteltével újra nemzetek közötti válogatott labdarúgó mérkőzést játszottak a Szekszárdi Sportcentrum centerpályáján. Nem éppen szokványosat. A megypiros mezben a rá jellemző nemzeti trikolorban a magyar focisták, kékben pedig a horvát játékosok feszítettek. Egytől egyik hallássérültek, mi több siketnémák, akik a futballban olyannyira kiemelkedőt nyújtanak, hogy hazájuk színeiben hamarosan újra kiléphetnek nemzetközi porondra. A magyar és a horvát válogatott is már a krétai közelgő Európa-bajnoksággal készül. A magyar hallássérült srácok bizony nagyon nehéz csoportba kerültek. A világ első, Törökország is többek között ellenfelük lesz. Én szeretném meglepni az íreket, illetve a dánokat is. Nagyon-nagyon szeretnék tovább menni a csoportba, a realitás valószínűleg nem ezt mutatja, de aki tovább megy a csoportból, a világbajnokságon részt fog venni. Ez egy olyan álom, ami mindenkinek a nagy álma lenne. A horvátoknak is ez a legfőbb vágyuk, céljuk, kijutni innét a VB-re. Egyébként nincs lényeges eltérés a két csapat között, ezt a szekszárdi felkészülési meccs is tükrözte. Le a kalappal a srácok előtt, amilyen lelkesedéssel és iramban játszottak, az ömében megyei másod és harmadosztályból érkező abszolút amatőr focisták. A szövetségi kapitánya látottak alapján nem volt elégedetlen fiaival a 3-2-es vereség ellenére sem.
Kettő dolgot kértem a fiúktól, az egyik az a labda irányába való mozgás, ami kevés volt, tehát segítsünk a labdás játékosnak, és hogy koncentráljuk oda, és pontosak legyünk. Ha pontosak vagyunk, akkor eredményt tudunk elérni. Szöglet után a kapusunk talán egy picit alászaladt, gólvonalon pattogott a labda, valaki bekotorta. Ez benne van igazából. Mi próbáljuk felépíteni a támadásokat, és szeretném, hogyha akciógolt is lőnénk. A magyar válogatottban két Tolna megyei kötődésű hallássérült labdarúgó is helyet kapott, a Bonyhádról érkező 10-es számú mezben játszó Fejfel István, és a Madocsai 7-es mezt viselő Araszki István a kezdő csapatban kapott helyet. A Madocsai megyei másodosztályú felnőtt csapatban szereplő Araszkit sérülés miatt a második félidőben le kellett cserélni, de tanúsíthatjuk, a Böde tanítvány, amíg a pályán volt, jól futballozott. Az, ami itt van, ezt akarjuk méltóképpen képviselni, mert nem véletlen van rajtunk, nem véletlen tipeljük, nem véletlen van a szívünk fölött. És ezt az országot, mivel szeretjük, itt születtünk, ez a mi hazánk, ezért szeretnénk méltóképpen képviselni az Európa-bajnokságon, maximálisan. A lelkesedéssel, a küzdeni tudással nem lesz gond, ígéri és szimbolikusan mutatja is Huszár Lajos csapatkapitány. Tanulni kell, sokat kell harcolni, vannak formák, a hibák, azt javítani kell. Szeretne a csoportból tovább és szép eredménykával elhozni. Hiába nyerte a Szekszárd FC a női futszál NB1 elődöntőjének második meccsén idegenben, a bajnoki címvédő Hajdú Böszörménnyel szemben a harmadik a fináléba jutásról döntő meccset hazai környezetben szép számú közönség előtt simán elvesztette 4-0-ra. Így marad a bronzmeccs, ami újra megyei presztízsrangadó lesz a nagy rivális Tolna Mös ellen. A szekszárdi szurkolókon tényleg semmi sem múlott, átérezve a mérkőzés fontosságát, szépen megtöltötték ezúttal is a bajnoki elődöntő harmadik sorsdöntő mérkőzésére a szekszárdi csapatot. Biztatták övéiket, a sárgákat szinte végig, de szembesülniük kellett a tényekkel. A bajnoki címvédő ezen a napon egy picit mindenben jobb kedvenceiknél. Gyorsabb a labdajáratásban, keményebb az egyéni, szervezettebb a csapatvédekezésben. Hát ezért is vezetett 2-0-ra a kékmezes Böszörmény a második félidő elején. Ekkor, ha Vaskovec Mária közelről, majd Megyeri Boglárka egy valóban szép akciót követően még közelebbről betalál, 1-2-nél talán illedezhettek volna. Ezt követően már csak a vendég Hajdú Böszörménynek volt helyzete, nem is egy, és újabb két góllal terhelték meg. Az utolsó 10 percben a létszámfölényes helyzetek kialakítása miatt már mezőnyjátékosként funkcionáló Hargas Anna Mária hálóját. Szekszárd Hajdú Böszörmény 0-4, az aranyért át a bajnoki címvédő a Kiskunfélegyházával játszhat. A szekszárdiak akaratára, elszántságára nem lehetett panasz ezen a meccsen is, de ezúttal meg kellett hajolniuk a nagyobb tudás előtt. Múlt héten nagyon egyben volt a csapat, most nem igazán éreztem ezt. Az is benne volt, lehet, hogy hazai pályán játszottok, hogy ennyi ember előtt megint, hogy ekkora volt a tét, tudtuk, hogy igazából élet-halálharcot vívunk, ha kikapunk, akkor nem fogunk döntőt játszani. Vannak sérülténk, én is még az vagyok. Horváth Kata nem tudott játszani, Kágyi Rebi még szintén fél lábbal játszik. Maria megsérült most a mérkőzésen, ezt vajon bírtuk el. Jobbak voltak, ezt el kell ismerni, nem volt ma esélyünk ellenük. Micskó Márk mindjárt azon melegében gratulált az ellenfélnek. A tréner már az első 5 percben érezte, nem tudnak úgy játszani, ahogy a böszörményi győztes meccsen tették. Az egész tavaszunk ilyen, tehát rengeteg sérülés sújt minket. A mai nap találkoztunk egy jobb ellenféllel, ezt el kell ismerni, ma a Böszörmény jobb volt. Van már ezüstje és bronza is a szekszárdi futzálos lányoknak, az arany még várat magára. Sajnos. Búfelejtőként szeretnék minden bizonnyal megszerezni a második, az újabb bronzot. Tudják, a Tolna Mös ellen nem lesz ez egyszerű feladat, még úgysem, ha úgy alakul, ők játszhatnak majd többet hazai pályán. A harmadik-negyedik korcsoportosok atlétika diákolimpiájának megyei egyéni döntőjét rendezték a PVSK pályán, másnap pedig a Várkői Diák Sportcentrumban a tanulásban akadályozottaké, az értelmi sérülteké és a speciális szakiskolásoké volt a pálya. Mindkét küzdelemben versenyszámonként az első helyezett tanuló jutott az országos fordulóra.
Hol jobban, hol kevésbé eredt el az eső, de ez a sportolókat cseppet sem zavarta. Az atlétika diákolimpia megyei fordulóján Burján Adrien két versenyszámban is elsőként végzett. Ő versenyszerűen atletizál. 60-ban indultam meg távolban, a távol 4.72 lett, a 60 pedig, azt most fogják mondani. Idén szeretném, ha dobogós lennék, mert tavaly ugye úgy volt, hogy egy évvel idősebbekkel versenyeztem, és most több esélyem lenne rá. Illés Ágnes csak futószámokban indult a diákolimpián, de neki nem is ez a sportága, inkább a labdajátékokat szereti. 60-ban, meg majd váltó lesz 4x100-ason. És a 60 az ugye most derül ki. Hányadik lettél 60-on, erre számítottál-e? Harmadik, úgyhogy szerintem jó lett. Ez azt jelenti, hogy tovább jutsz, vagy ezzel nem jutsz tovább ezzel az nem tudod? Nem tudom, őszintén. Te sportolsz-e valamit, vagy neked az atlétika az mit jelent? Hát, röplabdázom, úgyhogy csak a sulival szoktam jönni. A versenyszámok korcsoportonként és nemenként változnak az atlétika diákolimpián. Most akár csak a városi fordulón 60, 100, 600 és 1500 méteres síkfutás, magas és távolugrás, súlylökés, kislabdahajítás és váltófutás szerepelt a programban. Sajnos többen otthon maradtak, megijedtek az időjárást, de hát szorít bennünket az idő, be kell fejezni 10-ig a versenyt. Holnapi napra gondoltunk, de több verseny van holnap, nem tudtuk áttenni. Nagyon sokan vannak Pécsről, Komróról, Mohácsról, Szigetvár környékéről. Az atlétikával foglalkozó edzők versenybíróként vesznek részt a fordulókon, de természetesen a toborzás is cél. Egyre színvonalasabb a diákolimpia. Volt egy kis visszaesés, de most egyre több gyerek indul. Több gyereket hoznak a testnevelők, úgyhogy az eredmények is ezzel a mennyiséggel együtt javulnak. A megyei döntőre általában már kiválogatott gyerekek jönnek, de még itt is van egy-egy versenyző, aki esetleg másik sportágban van, és ott nem érzi jól magát, őket még át tudjuk hozni atlétikára. Mivel ma nem a legatlétikusabb az idő, körülbelül 12 fok van és esik az eső, ezért pár tizeddel gyengébbek az eredmények. Láttam itt egy-két olyan ember, olyan versenyzőt, aki az országosan is dobogóra fog kerülni. A megyei fordulóról versenyszámonként az első helyezett tanulók jutottak az országos döntőre, valamint azok, akik teljesítették az országos szintet. A legjobbak május 27-e és 31-e között Székesfehérváron találkoznak majd. Másnap a tanulásban akadályozottaké, az értelmi sérülteké és a speciális szakiskolásoké volt a pálya a Várkői Ferenc Diáksportközpontban. A mozgásnak már születéstől fogva nagy szerepe van a fejlődésben. Sok gyerek küzd tanulási zavarral, tanulási nehézséggel. Mozgással ezen is sokat lehet javítani. Niki, aki háromszoros országos bajnok, immár speciális szakiskolásként, de idén is szép eredményeket szeretne elérni. A megyei fordulón három versenyszámban indult. Most a futásban voltam, a 100 méterbe, és második helyezett lettem most. Most akkor majd a magasugrás lesz, utána meg kislabda. És háromszoros országos bajnok vagyok. Egyszer magasugrásba, aztán kislabdába, aztán futásba is. A szentlőrinci egymi tanulói is éremesélyesként érkeztek, sőt, ők már a kispályás labdarúgás országos döntőjéről idén elhoztak egy bronzérmet. Szentlőrinc csapata képviselte Baranyát az országos labdarúgó tornán, Kaposváron, és a harmadik helyet értük el. Szentlőrincnek nem volt, és Baranyának is, csak 2002-ben volt egy második hely, és ezért egy kimagasló eredménynek tartom ezt a harmadik helyet. A Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége ebben a tanévben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A cél, hogy a FODISZ minden fogyatékossági ágban kialakítsa azt a struktúrát, mely lehetővé teszi a fogyatékos emberek diák és szabadidősport tevékenységeinek minőségi és hatékony szervezését. Az Országos Sportszövetséget a jelenleg is tagszervezetekként funkcionáló 19 megyei és egy budapesti szövetség alapította meg, melyekkel a mai napig is szimbiózisban működik együtt. Több mindent jelent. Egyrészt az, hogy az elmúlt 20 évben, mert körülbelül ez a versenyző szak 20 éve van, az, hogy a FODISZ 10 éves, az egy dolog, de 2000-től megy a versenyrendszer, amit ugye Szekeres Pali hozott létre anno.
A lényeg, hogy Budapest először fogadja ezt azért a fogyatékkal élők különböző diasportjait. Itt ott lesznek a vakok, a gyengillátók, a hallássérültek, mozgássérültek, értelmileg akadályozottak és a tanulásban akadályozottak is. Várnak bennünket hajókirándulásokkal is, és elég bő az idő ahhoz, hogy a gyerekek ne csak a verseny helyszínén legyenek, hanem egy kicsit megismerjék szép fővárosunkat. A győztesek az országos döntőre jutottak, a tanulásban akadályozottak Budapesten, a speciális szakiskolások pedig Baján mérik majd összetudásukat az ország legjobbjaival. Győzelemmel fejezte be a 2018-19-es NB1B-s szezont a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata. A Rinyamenti KC ellen 23-22-re hazai pályán győztek Kovács Tamás tanítványai. A mérkőzés után Ferenci Kakas Marianna, Baranya megyei kézilabda szövetség elnöke és Szolga Antal Kozár Mislenyváros alpolgármestere adta át a csapatnak és a stábtagoknak a bajnoki bronzérmet. A Kozár Mislenyese idei utolsó mérkőzése előtt ünnepélyes keretek között búcsúztak el a két távozótól, Palotás Fannitól és Ragoncsa Dominikától, valamint a szurkolói szavazatok alapján az év játékosának választott Polics Tímeát is köszöntötték. A Nagyatád elleni mérkőzésnek ugyan a házigazdák szemszögéből már nem volt tétje, de akárcsak a Mohács elleni találkozó, ez is rendkívül izgalmasra sikeredett. Az utolsó előtti hazai bajnokin a végig vezető Mohácsot verték egy góllal Kovács Tamás tanítványai, most pedig a Nagyatádot sikerült legyőzni ugyancsak egyetlen találattal. A véghajrá kulcsfigurája Német Orsolya volt, aki az időn túli büntetőt parádés védéssel hárította. Hát én nagyon izgultam végig, elég szorossá tettük a mérkőzést, de szerintem végig koncentráltunk és eléggé küzdöttünk ahhoz, hogy megnyerhessük. Nagyon jó a hangulat az öltözőben, szerintem nagyon összetartó társaság lettünk. Kovács Tamás vezetőedző a mérkőzés után elmondta, hogy az a különbség a korábbi Kozár Mislenyi csapat és a mostani között, hogy míg annak idején az ilyen mérkőzéseket rendre elveszítette a gárda, most az utolsó pillanatban is képesek fordítani a lányok. Rendezni se lehetne jobb horrorfilmeket, hogy mondani szokták, de én azt gondolom, hogy mi azért tudjuk megnyerni ezeket a mérkőzéseket, mert tele vagyunk győztes típusú játékosokkal, megtanultunk nyerni, megtanultuk megnyerni a mérkőzéseket, tegyük hozzá, szerencse is kellett. Nem játszottunk jól gyakorlatilag, amióta bebiztosítottuk a harmadik helyet, azóta nem játszunk jól, azóta látszik, hogy leengedtünk, nem úgy koncentrálunk. A szívünk nagyon a helyén van, most is ez történt. Bírtuk fizikailag, felülröltük. Ugye ez a rengeteg kiállítás az ellenfélnél, én azt gondolom, hogy teljesen jogosak voltak, hiszen a durvaság határát súrolva kézilabdázott a Nagyatád csapata. Benne van a kézilabdában, tehát nincs ezért bennem harag vagy ilyesmi feléjük. Igazából meg kell tanulni ezt is kezelni. Meccs végén a szituáció pedig, hát hogy Orsinak a beállítása, egész héten láttam, hogy védi a heteseket, mondom, akkor menjen, és megoldottam. Javában zajlanak az egyeztetések, jövő héten gyakorlatilag bejelentjük a maradókat, bejelentjük a biztos távozókat, illetve hát én azt gondolom, hogy május végéig bejelentjük az új érkezők játékosokat is, tárgyalunk, keressük, és egyértelműen olyan játékosokkal akarunk erősíteni, egyértelműen olyan állományt akarunk összerakni, olyan csapatot, amely jövőre is éremesélyes lesz. Seffer Éva 3 góllal járult hozzá a Kozár Mislenyi győzelemhez. Hát igazából nem számítottam arra, hogy ennyire nehéz lesz, vagy ennyire szoros, annak ellenére, hogy az előző fél évben ugye döntetlent játszottunk velük, erre nem számítottam, de hála jó Istennek így is tudtunk nyerni, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Igazából nekem egyetlen egy mérkőzés van, ami ilyen fájó pont, az a NEKA elleni, de egyébként én meg vagyok elégedve a teljesítményünkkel idén. Hát én mindenképpen szeretnék itt maradni, úgy néz ki, hogy ezt más is így szeretné, a vezetőség is, úgyhogy igen, itt tervezem jövőre is. A mérkőzés után Ferenci Kakas Marianna, a Baranya megyei kézilabda szövetség elnöke és Szolga Antal Kozár Mislenyváros alpolgármestere adta át a csapatnak és a stábtagoknak a bronzérmet. Természetesen a közös fotózás sem maradhatott el. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!